Nem volt még példa a történelemben arra, hogy egy miniszterelnök, jelen esetben a moldáv, elfogadja a Gyulára szóló invitációt, így egy elnök és egy miniszterelnök közötti találkozó jöjjön létre. Ennek az eseménynek a felidézésével kezdte beszédét a csütörtök esti gyulai díszvacsorán Novák Katalin. A köztársasági elnök elmondta, moldáv kollégája pozitívan értékelte a szokatlannak mondható gyulai meghívást, így nem mellékesen a figyelem is a délalföldi fürdővárosra irányult. Az elnökségem egyik célkitűzése az volt, hogy csináljunk a perifériából centrumot. Mondom ezt egy olyan helyen, amely a történelmi Magyarországnak éppen a centruma volt, most pedig a jelenlegi Magyarország területének földrajzi értelemben láthatólag a perifériájára került. Úgy látom, hogy sokszor koncentrálunk azokra a dolgokra, amelyek a centrumban, amelyek a középpontban, amelyek a figyelemnek a középpontjában vannak, és ritkában irányítjuk a figyelmünket oda, amelyek kikerülnek a látóterünk közepéről, amelyek láthatóan a periférián vannak. Én ezért, amikor a Vármegyébe látogatok, akkor igyekszem nem azokra a helyekre elmenni, amelyekre egyébként is annyira odafigyelünk, vagy nem kizárólag azokra a helyekre elmenni, nem elsősorban azokra a helyekre elmenni, hanem picit inkább oda irányítani a figyelmet, ahova a hétköznapokban kevesebb fény, kevesebb figyelem jut. Novák Katalin elmondta, rácsodálkozott arra, hogy milyen aktív életet élnek Békésben a sport szempontjából. Ennek fényében sem véletlen, hogy Gyulán írta alá azt az elnöki határozatot, amellyel 2024-et a mozgás évévé nyilvánítja. A köztársasági elnök kiemelte a mások iránti figyelem fontosságát. Abban szeretném megerősíteni önöket és magunkat is, hogy a békétlenség helyett ne hagyjuk elvenni magunktól az együttlétnek az örömét. Hogy tudjuk és merjük megélni azt, hogy milyen jó együtt lenni, hogy tudunk örülni egymásnak, hogy tudunk örülni a másik iránti figyelemnek, és hogy milyen jó így együtt lenni egymással. És hogyha mi azért vagyunk együtt, hogy tudjunk örülni ennek az együttlétnek, akkor nem érdemes azokra odafigyelni, akik nem élik meg ezt az együttlétet, akik messze vannak és messziről próbálják az ebbéli örömünket elvenni tőlünk, az egymás feletti örömünket elvenni tőlünk. Én azt javaslom, hogy ezt ne hagyjuk nekik, én semmiképpen nem hagyom a magam részéről. Jó itt lenni ma önökkel. Az eseményen első alkalommal került sor egy újonnan alapított elismerés a Magyarország köztársasági elnökének érdemérme átadására. A kitüntetést a város zenei oktatása és a magyar zenei kultúra megőrzése érdekében végzett áldozatos munkájáért Cirok Mihály, a gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója vehette át.